Besztercén még van magyarság, mondta Máté Attila besztercei városi tanácsos, ezért is kezdeményezett testvérvárosi kapcsolatot a magyarországi Kisvárda városával. Szerda este erről írt alá szándéknyilatkozatot Besterce és Kisvárda polgármestere Joán Turk és Leleszi Tibor a besztercei polgármesteri hivatalban. Történelmi eseményben lehetett részük szerda este a besztercelieknek, hiszen a város polgármestere a magyarországi Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található Kisvárda polgármesterével aláírt egy olyan szándéknyilatkozatot, ami az első lépés egy testvérvárosi kapcsolat megkötéséhez. Azért is érezték ezt a pillanatot történelminek, mert Besztercének ez az első ilyen kezdeményezése, mondta el Máté Attila, városi tanácsos, a kapcsolat ötletgazdája. Besztercének nem volt és nincsen egy várossal se testvérvárosi kapcsolata, és ezért is mondom, hogy ez egy történelmi pillanat, hisz nagyon fontos egy szórvány kis társaságnak, egy kis szórvány településnek, hogy egy magyarországi várossal egy ilyen kapcsolata legyen. Hozzátette, már 3 éve dolgozik ezen, mivel nagyon szerette volna, hogy a kapcsolat megvalósuljon. Fontosnak tartja, hogy Besztercének legyen egy olyan kapcsolata az anyaországgal, amelynek keretében az iskolák és más intézmények együtt tudnak működni. Örömteli érzés, ilyen a polgármester delegációval pár Kisvárdán nagyon jól tudtunk kapcsolatot teremteni, és úgy gondolom, hogy mindkét városban vannak olyan lehetőségek, adottságok, ami a jövőt biztosítja. Többször elhangzott a testvériség, ez a lényeg, hát kultúrában, oktatásban, gazdasági területeken, turizmusban főleg. A polgármester szerint leginkább a fiatalságra van pozitív hatással egy ilyen kapcsolat, mivel új nyelvekkel és kultúrákkal találkozhatnak ezáltal. Kisvárdának egyébként nem ez az első testvérvárosi kapcsolata. Ők már több ilyen projektben részt vettek Németországgal, Lengyelországgal, Izraellel és most már Romániával is.